Kíváncsiak voltunk arra, hogy egy négy tagú családnak anyagilag melyik éri meg jobban. Ha Balatonhoz utaznak, vagy pedig ha az Adriát választják. Idén áprilisban készült 17 000 magyar részvételével egy felmérés, amely kiderítette, hogy a magyarok körében a két legnépszerűbb sziget az Adrián, Körk, illetve Rab szigete. De mivel Körk közelebb van a magyar határhoz, ezért azt számoltuk ki, hogy mennyibe kerül, ha a négy tagú család Körk szigetére utazna, illetve a szállás.hu előfoglalási adatai alapján pedig a Balaton első jófok a legnépszerűbb úti cél, úgyhogy ezt vettük alapul a számításnál. Nézzük az úti költségeket. 402 forintos átlag benzinárral számoltam, és egy 10 literes átlag fogyasztású autóval, ezzel pedig az jött ki, hogy Siófokra nagyjából oda-vissza 8500 forintból meg lehet úszni az úti költséget, de számolnunk kell még az autópálya matricára. Egy 10 napos matrica esetében 2975 forint. Horvátországba pedig Budapestről indulva nagyjából 21000 forintból tudjuk megúszni a benzint, viszont visszafelé ez már több lesz, hiszen Horvátországban magasabbak a benzinárak is. A legfrissebb információk szerint 409 forint per literes áron számolva. Az autópálya matrica viszont jóval drágább, mint Magyarországon, nagyjából 12000 forintnak megfelelő összegbe kerül. Térjünk rá a szállásokra. A trivago.hu honlap alapján néztük meg, hogy egy négy tagú családnak egy 2 és 5 éves gyerekkel együtt mennyiből jön neki a szállás. Mind Horvátországot, mind pedig a Balatont tekintve a legolcsóbb verzió nyilvánvalóan a kemping. Siófokon találtunk olyan kempinget, ahol közel 80000 forintba kerül egy hétre a szállás, viszont ugye itt közös mosdó és fürdő használat van. Horvátországban pedig a tengertől pár méterre lévő hostelben egy a képek alapján tágas és szép szoba, szintén közös WC és fürdő használata 190000 forint körül van. Ha pedig az apartmanokat nézzük, akkor olyan 220000 forintért lehet Körk városában kapni, vagy bérelni egy négy tagú családnak megfelelő apartman, saját konyhával, főzőfülkével, fürdőszobával. Siófokon pedig ez azért jóval olcsóbb, már a horvát árakhoz viszonyítva, mert 150000 forintért egy nagyon jó a Balatonhoz közeli szállást foglalhatunk. Az idén-nyáron robbantak az árak a Balaton, ez azt jelenti, hogy mind az étkezést, mind a italfogyasztást tekintve nőttek tavalyhoz képest az árak. Egy sima lángost nagyjából 450-500 forintért kaphatunk, meg egy sajtos tejfülöset már inkább 6-700 forint körül lehet megvásárolni, míg egy ilyen menza jellegű étel, mondjuk rántott hús sült krumplival, az inkább 1500-1700 forint körüli összegbe kerül. Sört pedig, a legolcsóbb sört, ezt ilyen 200-250 forintért lehet megkapni. Horvátországban nagyjából egy háromfogásos ebédmenü kétfő részére pedig 8000 forint körüli összegből jön ki a numbeo.com honlap adatai alapján, és érdekes, hogy egy sör pedig ott a legolcsóbb sör ilyen 650 forintba kerül. Tehát, hogyha így megnézzük, akkor az is látszik, hogy mind a Balatonnál ugye nőttek az árak, és most már többbe kerül egy hetes nyaralás a négyfős családnak, mint mondjuk tavaly, de Horvátország sem olcsó. Tehát ez tényleg jól mutatja, hogy ha összeadjuk az úti költségeket és a szállás költségeket, mindet úgy, hogy a legolcsóbb lehetőségeket vettük alapul, akkor Siófokon olyan 100000 forint körül jön ki egy hét, míg Körk városában 250000 körül. Viszont azt érdemes fejben tartani, hogy nem mindegy, hogy hol tankolunk, ugyanis az egyes benzinkutak között akár 50 forintos árkülönbség is lehet, és ez is megdobhatja még az úti költséget, ha nem vagyunk résen.